Sok szeretettel köszöntök mindenkit az STA Őszi Kulturális Fesztivál soron következő előadásán, melyen dr. Vinkó József Fekete lyukak, a valósággá vált képzelet című előadását fogja előadni. Mielőtt átadnám a szót előadónknak, szeretnék egy kis rövid ismertetőt az életpályájáról bemutatni. Dr. Vinkó József 1989-ben diplomázott fizikusként a Szegedi Tudományi Egyetem jogelődjénél a József Attila Tudományi Egyetemen. Doktori fokozatát 1994-ben szerezte. Kutatási szakterülete az extragalaktikus csillagászaton belül a szupernova robbanások asztrofizikája, illetve a spektroszkópiai módszerek asztrofizikai alkalmazásai. Mindeddig közel 30 mesterképzéses hallgató és 10 PhD fokozatot szerzett doktorandusz témavezetője volt, jelenleg is több hallgatóval foglalkozik. Rendkívül fontos számára a tudományos ismeretterjesztés, ezért szívesen vállal ismeretterjesztő előadásokat. Régebben rendszeresen részt vett a Szegedi Csillagvizsgáló munkájában is. Összesen 166 impact faktorral rendelkező folyóiratban megjelent tudományos cikk társszerzője. Jelenleg a Budapesti Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézet tudományos tanácsadója, illetve a Szegedi Tudományi Egyetem kísérleti fizikai tanszék főmunkatársa. Korábban másfél évet töltött vendégkutatóként a Texasi Egyetem csillagászati tanszékén, ahol jelenleg is kutatói kapcsolatokat ápol. A Magyar Tudományos Akadémia doktora címet 2018-ban nyert el. Sőt, köszönöm, hogy elvállalta a felkérésünket, és ezáltal át is adnám a szót önnek. Köszönöm szépen mind a meghívást, mind pedig a kedves érdeklődőknek azt, hogy eljöttek meghallgatni ezt az előadást. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, amikor a felkérést megkaptam erre az előadásra, nem kellett nagyon sokat gondolkodnom, hogy milyen témában is kellene ezt a mai előadást megtartani, mert amióta csillagászati ismeretterjesztő előadásokat tartok, közel 40 éve, két olyan téma van, ami állandóan előkerül, ha máshol nem, akkor a különböző előadások, bemutatók utáni kérdésekben. Az egyik ilyen téma az az UFO-k, meg a Földön kívüliek kérdése, ez világos volt. Na most erről nem akartam előadást tartani, mert erről a Kis Laci fog majd beszélni hamarosan a őszi rendezvénysorozat keretében. A másik téma az meg a fekete lyuk. Na, úgyhogy akkor itt meg is álltam, és akkor világos volt, hogy a fekete lyuk téma az valószínűleg kellően népszerű lesz ahhoz, hogy ezt az előadást ezt kitöltse. Úgyhogy egy kicsit a címet hadd magyarázzam, bár ez túl sok jót nem sejtett, ugye, amikor az előadónak már rögtön a címet el kell kezdeni magyarázni. Ugye a fekete lyukak a valósággá vált képzelet, hogy miért is van az, hogy a valósággá vált képzelet? Hát ugye ehhez egy kis történeti bevezető tartozik. És rögtön akkor hadd kezdjem itt, rögtön egy kis történeti kontextussal. Ugye nagyon sok tudománnyal kapcsolatos előadást szoktak úgy kezdeni, hogy már az ókorban is. Na, ez nem olyan téma, itt a fekete lyuk az ókorban még nem került elő, ám de az 1700-as években már igen, tehát legelsőként megemlíteném John Mitchell, angol filozófust, aki polihisztorként többek között fizikával is foglalkozott, és ő volt az, aki a krónikák szerint az első között felvetette annak ötletét, hogy ha elképzelünk egy olyan égitestet, aminek a sűrűsége az ugyanolyan, mint a napnak a sűrűsége, ám de a mérete sokkal nagyobb, akkor ez ugye azt jelenti, hogy a tömege is sokkal nagyobb lesz, és hogyha ez kellően nagy méretű, ez az égitest, akkor ez annyira nagy tömegű lesz, hogy a gravitáció miatt a fény sem tud elszabadulni róla. Mitchell ki is számolta, hogy nagyjából olyan 500 napsugárnyi ilyen égitestet kell elképzelni, és akkor ennek a felszíne lényegében sötét lesz, mert a fény nem tud a gravitáció miatt elszakadni a felszínéről. Tehát tulajdonképpen, ha nem is a mai értelemben vett fekete lyukat, de ezt ő sötét csillagnak nevezte, tehát tulajdonképpen a koncepciót azt már ő megfogalmazta. Nagyjából egy évtizeddel később a precízebb definíciót a híres francia matematikus, fizikus Pierre-Simon Laplace adta meg. Laplace ugye a szökési sebességnek a fizikai fogalmából indult ki,
akik esetleg szeretik a képleteket, nem bírtam ki, hogy ne tegyek föl néhányat itt az előadás prezentációjában. Képlettel is meg lesznek fogalmazva az egyes mennyiségek, de nem akarok erre nagyon nagy hangsúlyt fektetni. Tehát a lényeg az az, hogy a Laplace a szökési sebesség fogalmából indult ki. Szökési sebesség az ugye azt jelenti, hogy egy égitest felszínéről mekkora sebességgel kell indulnunk ahhoz, hogy legyőzzük annak a gravitációját, és eltávozzunk lényegében a végtelen távol, akár a végtelen távolba. Ugye amikor nemrégiben az Artemis küldetés kapcsán az űrhajót eljuttatták a hold körüli pályára, akkor lényegében a szökési sebességgel indították a Föld felszínéről, és közismert, hogy ez a Föld esetében 12 km per szekundum. Másodpercenként 12 km. Ez a szökési sebesség a földi gravitáció ellenében. Egyszerűen ki lehet számolni azt, hogy mekkora tömeg kell ahhoz, hogy a szökési sebesség az a fénysebességgel legyen egyenlő. És Laplace ugye ezt vetette föl, hogy képzeljük azt el, hogy olyan nagy a tömeg, hogy a szökési sebesség egyenlő a fénysebességgel. És akkor ebben az esetben a fény sem tud elszabadulni, nem tudja, mivel ugye fénysebességgel mozog a fény, nem tud kiszakadni ennek az égitestnek a felszínén. Ugye ebből az egyszerű képletből, sima átrendezéssel, egyszerű osztással meg lehet kapni azt, hogy egy ilyen égitestnek létezik egy sugara, egy jellemző mérete, amit úgy hívunk, hogy gravitációs sugár, és lényegében ez a képlet azt mondja meg, hogy amennyiben egy M tömegű égitestnek a sugara az ezt az értéket éri el, tehát a mérete az ekkora, akkor ott olyan erős lesz a gravitáció, hogy a szökési sebesség egyenlő a fénysebességgel. Az ilyen égitesteket fekete lyuknak tekintjük, tehát ez a fekete lyukaknak egy mind a mai napig elfogadott precíz matematikai definíciója. Egy kicsit mindjárt bővebben beszélek a gravitációs sugár fogalmáról, de ugye nem lehet nem megemlíteni Albert Einsteinnek a munkásságát. Ő volt az, aki végül is ezt a kérdést ezt teljesen matematikailag is helyre tette, amikor is ugye az általános relativitás elméletben ő megmutatta, hogy a gravitáció az tulajdonképpen a térnek a görbülete. Ő volt az, aki ezt a mindmáig elfogadott és érvényes gravitáció elméletet kidolgozta. Ez az ötlet, hogy a gravitáció nem más, mint a tér görbülete, ez nagyon-nagyon sok olyan érdekes és klasszikus fizikával nem megmagyarázható jelenséget tudott értelmezni, amit korábban, vagy addig még csak nem is ismertek, illetve csak azóta került napvilágra, ilyen például a gravitációs hullámoknak a fogalma, amit majd a későbbiekben el fogok mondani, vagy legalábbis utalok rá egy kicsit. Jó, szóval Einsteinnek a munkássága járult ahhoz hozzá, hogy a fekete lyukaknak a tényleges fizikai elmélettel történő leírás az teljes legyen. Tehát ő mutatta meg azt, hogy hogyan kell ezeket az égitesteket értelmezni. Tudnék, a klasszikus fizika az nem képes arra, hogy a fekete lyukaknak a fizikáját az pontosan leírja. Nagyon erős gravitáció esetén, ugyanis a klasszikus fizikai egyenletek azok csődöt mondanak, és az általános relativitás elmélet bonyolultabb egyenleteit kell használni. De ilyen mélységekben most nem fogunk belemenni, ez egy ismeretterjesztő előadás, tehát inkább csak mutatnám azt, hogy jelenleg most mit gondolunk, hogy hogyan tudjuk elképzelni egy ilyen fekete lyuknak a kinézetét. Hangsúlyozom az elképzelést, mert így ezt ebben a formában így lefényképezni még soha nem sikerült, mint ahogy itt ezen az ábrán lehet látni. Tehát, ugye az egyik olyan dolog, amit feltétlenül érteni kell, az az, hogy ezeknek extrém erős gravitációja van. Olyan extrém, hogy azt a közönséges fizikai egyenletekkel le se lehet írni. Itt a körbült térnek az egyenleteit kell használni. Annyira erős a gravitáció, hogy a fényt is magukba zárják, tehát a fény nem tud elszabadulni a felszínükről. És hát az, hogy a létezésükről régóta tudunk, az az előbbi történeti bevezetőből szerintem kiderült, olyan értelemben tudunk a létezésükről, hogy Laplace is, Einstein is elméletileg megjósolta ezeknek a létezését. Azonban ezeknek az, hogy ezek ténylegesen valóban fizikailag létező objektumok-e, egészen az utóbbi évtizedekig ezt nem tudtuk. Nemrégiben derült az ki, hogy tényleg valóban léteznek, minden kétséget kizáróan léteznek ilyenfajta objektumok az univerzumban.
Nézzük, mi látható még ezen az ábrán. A fekete lyuk ténylegesen tulajdonképpen nem látható, hiszen ugye benne van a nevében, hogy fekete, tehát nem érkezik róla fény. Ez a sötét korong itt, ami itt megfigyelhető, ez az úgynevezett eseményhorizont. Ez az a felület, ahol a szökési sebesség pontosan egyenlő a fénysebességgel. Tehát ez a gravitációs sugárnak megfelelő egy ilyen gömbfelület. És azért fekete, mert innentől kezdve innen a fény sem tud már kiszabadulni. És mint majd látni fogjuk, ez tulajdonképpen ez egy kapu, egy átjáró a mi világunk, és egy olyan világ között, ahol a mi fizikai ismeretünk az már nem érvényes. Ez nagyon-nagyon érdekes. Úgy kell elképzelni, mintha egy határfelület lenne a mi világunk és egy másik világ között. Jó, ez itt, amit körülötte látunk, és ami miatt ez az egész fekete lyuk, ez észlelhető, az a körülötte elhelyezkedő anyag. Általában az ismert fekete lyukakat anyagfelhő veszi körül, ezeket úgy hívjuk, hogy akréciós korong, az akréció az tömegbefogást jelent, tehát többnyire az erős gravitáció miatt az anyag az kering a fekete lyuk körül, és nagyon nagy sűrűségű és nagyon nagy sebességű anyagot kell elképzelni, ezért ez itt a fekete lyuk körül keringő akréciós korong, ez mindenféle sugárzást fog kibocsátani. És tulajdonképpen ez az, ami a fekete lyukakat mégis láthatóvá teszi. Nem magát a fekete lyukat érzékeljük, hanem a körülötte elhelyezkedő anyagnak a viselkedéséből tudunk arra következtetni, hogy ott valami olyan dolog van, ami borzasztó erős gravitációra rendelkezik. Jó, oké. Ez az ív itt, amit itt meg lehet figyelni, ez nagyon érdekes, szintén az erős gravitációval együtt járó fizikai jelenség, ez az úgynevezett gravitációs lencse hatás. A erős gravitációs térben a fény nem egyenes vonalban terjed, hanem az erős gravitáció miatt a térgörbületnek megfelelően elhajlik. Itt ez a rész, ez tulajdonképpen ennek a lapos akréciós korongnak a fekete lyuk mögött elhelyezkedő része, csak hogy a gravitáció az elgörbíti a fénynek az útját, és ezért úgy látjuk, mintha itt a fekete lyuk fölött jelenne meg. De valójában ez ott mögötte van. De érdekes, mintha egy ilyen periszkóppal így mögé látnánk. Úgyhogy ez egy másik érdekesség a fekete lyukaknak, hogy a körülöttük lévő teret annyira meggörbítik, hogy ott mindenféle érdekes jelenség játszódik le. Korábban említettem ezt a gravitációs sugarat, nézzük meg gyorsan, hogy milyen érdekességek kötődnek a fekete lyukak ilyen alapvető tulajdonságaihoz. Például ugye az egyik dolog az, hogy tulajdonképpen a gravitációs sugár az bármely tömeg esetén definiálható. Tehát például 1 kg kenyérnek is létezik gravitációs sugara, ez 1,5 × 10⁻²⁵ cm. Tehát, hogyha behelyettesítünk ebbe a képletbe, ugye a G az a gravitációs állandó, ez 6,67 × 10⁻¹-es egységekben, a C az a fénysebesség, ugye 300 000 km/s, ezek benne vannak a függvénytáblázatban is, az ember egyszerű osztással kiszámolja, hogy adott M tömeghez mennyi a gravitációs sugár, 1 kg kenyérnek ennyi a gravitációs sugara. Ugye az alakja az nem számít, tehát lényegtelen, hogy az bagett kenyér, vagy pedig ilyen buci, teljesen lényegtelen, csak a tömege számít, és ez a számadat, ez azt jelenti, hogy ha ekkora méretűre összenyomjuk az 1 kg kenyeret, akkor az fekete lyukká válik. Tehát egy 1 kg kenyérből is elvileg lehetne fekete lyukat csinálni, szerencsére csak elvileg, de igazából elvileg is nagyon nehéz lenne, tekintettel arra, hogy 10⁻²⁵ cm, ez nagyjából 1/100 milliómod része a proton sugarának. Tehát ez az atomi méreteknek a 100 milliómod része. Szóval ekkorára összenyomni valami atomos anyagot, az nyilvánvalóan lehetetlen. A természet az nagyon-nagyon jól megoldotta azt, hogy fekete lyukat csinálni nem egyszerű. Oké. Tovább vire a gondolatot, 80 kilós ember. 80 kilós embernek is létezik gravitációs sugar, ez 1,2 × 10⁻³ cm, ez is nagyon picike. Tehát egy embert összenyomni ekkorára szintén nem valószínű, hogy sikerül. Ez még mindig sokkal kisebb, mint az atomi méretek. Ugye atomi méretek azok ilyen 10⁻¼, 10⁻¼ cm, tehát ez sokkal-sokkal kisebb. Úgyhogy ez megint csak nem lehetséges.
Nézzük, hogy a Föld esetében, a Földnek a tömegét, ha behelyettesítjük, arra azt kapjuk, hogy 8,7 mm, tehát körülbelül 9 mm. Na, ez már egy kicsit jobban elképzelhető távolság. Ilyen 10 a mínusz 23 cm, ezt nem tudja elképzelni az ember. 9 mm-t azt már el lehet képzelni, az már majdnem 1 centi. Na jó, de úgy kell elképzelni, hogy a Földnek a teljes tömegét, ami most itt van körülöttünk, ezt kéne összenyomni egy 9 mm sugarú, ilyen kis gömbbe. Na és akkor a Földből fekete lyuk lenne. Hát ez se tűnik olyan nagyon-nagyon egyszerűnek. A Nap esetében, ugye a Nap az sokkal nagyobb tömegű, mint a Föld, ennek megfelelően a gravitációs sugara is valamivel nagyobb, ott az 3 km. A Napnak a jelenlegi sugarát, hogyha összesűrítenénk 3 km-esre, akkor abból is fekete lyuk lehetne. Ezt a sort tovább folytatva, tehát mindenféle tömeghez ki lehet számolni, hogy mekkora a gravitációs sugara, és hát azt hiszem, hogy jól lehet látni azt, hogy annak érdekében, hogy ilyen méreteket elérjünk, ahhoz rettentő nagy sűrűségű anyagra van szükség. És ezt a rettentő nagy sűrűségű anyagot egészen bizonyos mai létező technológiákkal nem lehet előállítani. Ez a jó hír egyébként. Majd az előadás során később mutatni fogom, hogy miért nagyon veszélyes, miért lenne nagyon veszélyes az, hogy a fekete lyukat létre lehetne hozni az ember számára lehetséges technológiában. Ilyen eljárásokkal. Oké. Na de vannak még itt érdekességek. Tehát például az, hogy erős gravitációs térben. Ott például másként telik az idő. Tehát ott nem a közönséges, megszokott köznapi fogalmaktól eltérő módon történnek az események. Tehát például, hogyha nagyon erős a gravitáció, akkor az időnek a folyása az lelassul. Erős gravitációs térben lassabban telik az idő. Itt van egy kis táblázat, ami mutatja, hogy körülbelül mire kell gondolni. Tehát, hogyha egy fekete lyukat megközelítünk a gravitációs sugárnak a kétszeresére, akkor ott egy földi napnak csak 0,7 nap felelnek. Tehát amíg a távoli megfigyelő, mondjuk itt a Földön, eltelik számára egy földi nap, 24 óra, addig a fekete lyuktól kétszeres gravitációs sugárnyi távolságban lévő észlelőnek csak 0,7 nap telik el. Látszik, hogy a különbség nem túl nagy, de azért jelentős. Ennél jóval kisebb különbségeket is már ki lehet mérni, és ezt a gravitációs idődilatációt, ezt egyébként sikerült mérésekkel már jó pár évtizeddel ezelőtt atomórákkal igazolni. Tehát atomórás mérésekkel, ez egy teljesen igazolt tény. Szerencsére olyan fekete lyukat, ami megközelíthető lenne, általunk elképzelhető üreszközökkel, nem ismerünk, tehát ezt kísérletekkel nem tudtuk még ilyen szinten igazolni, de azt, hogy a jelenség létezik, és pontosan úgy, ahogy a relativitás elmélet megjósolta, azt már igen. Jó, itt lehet látni, hogy különböző távolságokban a fekete lyuktól mekkora idődilatáció történne. Ugye látszik, hogy százszoros gravitációs sugárra ott már csak 1%-nyi különbség van a végtelen távolban eltelt idő és a fekete lyuk körüli idő között. Ez köznapi szavakra lefordítva ez azt jelenti, hogy ha valaki megközelítene egy fekete lyukat, és ott tartózkodna valamennyit, akkor az ő saját belső órája, belső ideje, az kevesebbet öregedne, mint a külvilágé. Tehát minél tovább tartózkodna a fekete lyuk körül, annál fiatalabbá válna relatíve a világ többi részén elhelyezkedő megfigyelőkhöz, embertársaihoz képest. Úgyhogy ez egy kiváló fiatalító kúra, már persze, hogyha valaki képes túlélni azt a gravitációs teret, ami egy kétszeres ilyen kétszeres gravitációs sugárnál észlelhető. Jó, aztán van még egy olyan érdekesség is, hogy a fekete lyuk körül nem lehet csak úgy keringeni. Tehát, hogyha valaki azt tervezi, hogy fekete lyukat megközelít, akkor azt óvatosan kell tenni, mert a fekete lyukat megközelíteni csak nagyjából a gravitációs sugár háromszorosáig lehet. Ugyanis az a helyzet, hogy ezen belül, itt pirossal jelöltem ezt a határ távolságot, ezen a sematikus ábrán, tehát ezen belül már csak olyan pályák léteznek a görbült térben, amelyek a fekete lyukba vezetnek. Tehát itt nem lehet körpályán csak úgy keringeni, mint ettől távolabb. Szóval itt már csak ilyen befele a fekete lyukba tartó pályák lehetségesek.
Pontosabban ezt úgy kell érteni, hogy itt az, egy keringő űrhajót azt folyamatosan gyorsítani kell, tehát állandóan üzemanyagot kéne felhasználni ahhoz, hogy egyáltalán körpályán keringjen. Ez ugye a közönséges gyenge gravitációs térben, ez nem így van. Ugye a Föld körüli műholdak azok mindenfajta hajtás nélkül keringenek stabil körpályán, de itt a fekete lyuk körül ez nem lehetséges. Jó, illetve van még egy olyan fogalom is, amit szintén szeretnék bemutatni, ez pedig a fotonszférának nevezett térrész. Ez gyakorlatilag látható, hogy a gravitációs sugárnak nagyjából másfélszeresénél van. Ez a görbült téridőnek egy érdekes sajátossága, miszerint egy a fekete lyuk mögül érkező fénysugár, az ugye az, a görbült térben, ahogy említettem, az így elhajlik a fekete lyuk mellett, ám de, hogyha úgy azt a távolságot éri el, ami nagyjából tehát nagyjából a gravitációs sugárnak a másfélszerese, akkor itt már olyan erős a térgörbület, hogy ez önmagába visszafordul. Tehát az ide eljutó fénysugár az nem tudja elhagyni utána a fekete lyuk környezetét, hanem itt fog az idők végezetéig így körbe-körbe haladni. Az ennél, még ennél is közelebb fénysugarak, azok pedig a fekete lyukban végzik. Mit jelent ez pontosan? Ez azt jelenti, hogy a fekete lyukat távolról megfigyelő, itt elhelyezkedő megfigyelő, valahol a végtelen távolban, az azt látja, hogy csak eddig a fekete lyuktól ezen távolságig, ahogy itt az ábrán mutatom, eddig lát a mögüle érkező fénysugarakat. Tehát távolabbi objektumokat csak eddig a távolságig fog észrevenni, ennél közelebb, itt a fekete lyuk körül, itt teljesen sötétet fog látni. Tehát a fénysugarak egyszerűen nem tudnak elmenni a fekete lyuk mellett, a fekete lyuk csapdába ejti a fénysugarakat. Ezt hívjuk úgy, hogy fotonszféra, és majd mutatok olyan képet, amikor is ez ténylegesen sikerült lefényképezni. Oké, a fekete lyukak egyik nagyon érdekes tulajdonsága ez, hogy így elhajlítják maguk mellett a fényt, ez a gravitációs lencse hatás. Ilyenre bármely égitest képes, nem csak a fekete lyukak. De a fekete lyukak azok nagyon erős gravitációs lencseként viselkednek. Ezért érdekesek. Ilyen gravitációs lencsét nagyon-nagyon sokfélét ismerünk. Ezek tehát hasonló módon, mint ahogy a köznapi fogalomban is ismert lencsék, ugye eltérítik a fénysugarakat, tehát adott esetben a fény az nem egyenes vonalban terjed, hanem így más irányba, mint ahogy eredetileg elindult. Itt lehet látni egy példát. A fekete lyukat megközelítő fénysugár, az így majdnem beleesik ebbe a fekete lyukat jellemző ilyen gravitációs kútba, de aztán mégis kijut belőle. Jó, és akkor ez azt jelenti, hogy a földi megfigyelő, itt a elhelyezkedő űrtávcsővel rendelkező földi megfigyelő, úgy érzékeli, mintha itt lenne az adott fényforrás, holott az valójában másutt van. Na ez a jelenség a gravitációs lencse, és nagyon érdekes, hogy ilyeneket már viszonylag régóta felfedeztek a csillagászok. Ugye itt van például egy jó példa erre, ez egy nagyon érdekes gravitációs lencse, még ha ez nem is tökéletesen csak fekete lyukon megvalósuló, ez itt a fénygyűrű közepén, ez egy nagyon nagy tömegű, óriás elliptikus galaxis. Ennek a tömege az ilyen 300-500 milliárd nap tömegű kategóriában van. Tehát ilyen nagy tömegű, még a fekete lyukaknál is sokkal nagyobb tömegű, ez az óriás elliptikus galaxis. És látható, hogy e körül itt van ez a kék színű ilyen fénylő gyűrű. Ez valójában a galaxis mögött elhelyezkedő, sokkal-sokkal távolabbi galaxisnak a gravitációs lencse által létrehozott képe. Tehát valójában ezt a galaxist, ezt nem is látnánk, mert ez emögött a galaxis mögött helyezkedik el, pont ugyanabban az irányban, tehát ez a galaxis, ez kitakarja előttünk. De a gravitációs lencse miatt meggörbül a fény pályája, és egy ilyen fénylő gyűrűt hoz létre a lencséző objektum körül. Úgy hívják ezeket a gyűrűket, hogy Einstein gyűrű. Még további érdekességekre bukkanunk akkor, hogyha megnézzük a forgó fekete lyukaknak az esetét. Nem nagyon akarok belemenni ennek a bonyolultabb részleteibe. Minden esetre a forgó fekete lyukak, amiket Kerr lyukaknak is neveznek,
ennek, ezeknek ugye egyrészt nem ezek nem gömbszimmetrikusak, a gravitációs sugaruk az nem csak egy darab számból áll, mint a nem forgó fekete lyukaknál, hanem itt sérül a gömbszimmetria, tehát egy kicsit ilyen elnyúlt, ilyen tojás alakúak. Másrészt ezeknek úgynevezett két esemény horizontja van. Igen, azt elfelejtettem mondani, hogy a gravitációs sugárnak ezt a gömbjét, amit mutattam, ezt másként esemény horizontnak is szoktuk nevezni. Azért esemény horizont, mert az idődilatáció képletéből, hogyha kiindulok, akkor ezen a felületen nullává válik az idő, tehát mint hogyha megállna az idő. Ezért esemény horizontnak is hívjuk, és ezért mondtam azt, hogy ez tulajdonképpen egy határfelület a mi világunk és egy másik világ között, ahol nem ismertek a fizika törvényei. Oké, tehát ezeknek a forgó fekete lyukaknak viszont nem egy, hanem két esemény horizontja is van. Ez egy elég bonyolult rendszert jelent. A további érdekes tulajdonsága az, hogy a fekete lyukaknak tulajdonképpen, amikor kialakulnak, akkor az őt létrehozó égitesteknek semmiféle fizikai tulajdonsága, semmiféle információ nem marad meg róluk, kivéve a tömegük, a forgást jellemző impulzusmomentum és az elektromos töltés. Ez a három mennyiség az, ami megmarad egy fekete lyuknak a kialakulásakor, tehát egy fekete lyukat ezzel a három fizikai mennyiséggel lehet teljesen leírni, minden más az elvész tulajdonképpen. Sem az alak, sem a sűrűség, sem semmi nem lesz onnantól fogva releváns, mert a fekete lyukaknak csak ezen tulajdonságai maradnak meg a külvilág számára. Oké, a forgó fekete lyukaknál még létezik egy Penrose folyamatnak nevezett érdekes folyamat. Ez lényegében ennek a végeredménye az azt jelenti, hogy a fekete lyukaknak a forgási energiáját, azt lehet hasznosítani. Ez nagyon érdekes, hogyha jövőben esetleg tudnánk egy fekete lyukat megközelíteni, akkor abból nagyon-nagyon sok, úgymond ingyen energiát lehetne nyerni. Lényegében arról van szó, hogy egy valamilyen testet kell a forgó fekete lyuk közelébe juttatni, majd utána ketté válni, tehát ketté választani, az egyik része az essen be a fekete lyukba, a másik pedig távozzon el, és ez az eltávozó objektum, ez több energiát fog kapni, mint amivel eredetileg rendelkezett az eredeti égítés, és ez pedig azért van, mert a forgó fekete lyuk az így magával ragadja a forgása során, magával ragadja a körülötte elhelyezkedő téridőt. Tehát lényegében a tér az együtt forog a fekete lyukkal. Nem csak a fekete lyuk forog, hanem itt körülötte levő tér is. És amikor innen kijuttatunk valamilyen objektumot, akkor ebből a forgó térből ilyen plusz energiát nyer. Ez is egy érdekes. A továbbiakban arról szeretnék beszélni, hogy milyen fajta fekete lyukakat ismerünk ténylegesen valóban az univerzumban. Tehát ugye az eddig elmondottak alapján úgy tűnik, mintha ez a fekete lyuk, ez egy ilyen nagyon-nagyon fantasztikus dolog lenne, hogy így egyenletekkel, meg elmélettel így szépen így ki lehet számolni, de egyébként semmit nem tudunk róluk, mert ilyeneket megfigyelni, hát az nem olyan egyszerű dolog. Na, ez volt a helyzet egy néhány évtizeddel ezelőttig. Ugye akkoriban még az a vicces kifejezés is gyakran emlegetve volt, hogy a fekete lyuk az tulajdonképpen az csak egy ilyen elképzelt valami, ugye ez olyan, mint az abszolút vákum, hogy csak a fizikus a fejében létezik. Ezt is lehetett volna mondani. Ma már ez azért nem igaz. Tehát a fekete lyuk az nem csak a fizikus a fejében létezik, hanem ténylegesen az univerzumban kimutatott és detektált módon létező valóságos objektumok. És tulajdonképpen itt utalhatok vissza az előadás eredeti címére, hogy a valósággá vált képzelet, ugye eleinte elméleti úton, tehát elképzelt objektumként kezdték, de mára ténylegesen valóban létező objektumok lettek belőle. Az univerzumban ismert fekete lyukakat legalább kétféle kategóriába tudjuk sorolni. Az egyik ilyen kategória, amiknek a létezéséről tudunk, ezek a csillagtömegű fekete lyukak. Ezeknek azért hívjuk csillagtömegűnek, mert nagyjából ilyen 10 vagy 100 naptömeg közötti tartományon mozognak, mármint azok, amiket ismerünk. És az ilyeneknek a létezéséről általában olyan fajta
csillagászati objektumokról szereztünk bizonyságot, ami itt ezen az ábrán látható. Ez egy kettős csillag, aminek az egyik tagja az egy fekete lyuk. Ez itt egy óriás csillag, ami éppen az erős gravitáció miatt tömeget ad át a fekete lyuknak. Tehát a fekete lyuk olyan közel kering hozzá, hogy a gravitációs vonzása révén így elszívja ennek a csillagnak az anyagát, és ez az átszívott anyag, ez az átáramló anyag, ez ilyen tömegbefogási korongot, akréciós korongot formáz itt a fekete lyuk körül. Tehát itt nagy sebességgel kering az anyag, és a fekete lyukba hullva a gravitációs energiából ugye sugárzási energia lesz, mert nagyon erős, tehát a nagyon gyors keringés miatt összesűrűsödik és felforrósodik. És ekkor mindenféle sugárzás bocsát ki. Emellett a keringő anyag a forgás keringés következtében mágneses teret is fog kelteni, és ezen mágneses térben két irányba, a forgás tengely irányába ilyen töltött részecskéket nagy sebességgel kidobódó ilyen plazmanyaláb jön létre. Ez a plazmanyaláb, tehát így a fekete lyuk körül keringő anyag és a mágneses térnek a kölcsönhatása következtében jön létre. Ez egy fontos jellemzője annak, hogy meg tudjuk figyelni az ilyen rendszereket. Amikor ilyen plazmanyaláb tűnik föl, akkor ott nagy valószínűséggel valami nagyon erős gravitációjú anyagba történő belehullás van, ami az esetek jelentős részében fekete lyukat jelent. Oké, az első ilyen bizonyított eset, azt a csillagászok Cygnus X1 objektumnak nevezik. A Cygnus az a hattyú csillagképre utal, az X1 az pedig arra, hogy ez egy nagyon erősen röntgensugárzó forrás az égen, tehát a hattyú csillagképen egy röntgen forrásra lettek figyelmesek. És aztán utána, amikor más hullámos tartománya, optikai tartomány is megvizsgálták, akkor kiderült, hogy ez egy olyan nagyjából majdnem 20 naptömegű óriás csillag, ami viszont nagyon nagy sebességgel kering valami körül. És ami körül kering, az láthatatlan. Itt a mérések láthatók ezen az ábrán, ami azt mutatja, hogy a sebesség, ennek az óriás csillagnak a sebessége, az hogy változik időben. És a sebesség amplitúdó az 75 km/s. Egy ekkora tömegű, majdnem 20 nap tömegű szuperóriás csillagot ekkora sebességgel megmozgatni, az szintén valami nagyon nagy tömegű objektum kell, hogy legyen. Tehát ebből szépen a csillagászok, ugye nagyon okos emberek, ki tudják számolni, hogy mekkora az a tömeg, ami szükséges ennek az óriás csillagnak a mozgatásához, és az jött ki, hogy nagyjából 10 nap tömeg, vagy annál nagyobb az, hogy csak akkor lehetséges az, hogy ennyire nagy sebességgel keringjen az óriás csillag valami körül. Márpedig nem látszik semmi, csak ennek a csillagnak a fényét lehet látni, semmi más, az, ami mozgatja, az objektum, az teljesen láthatatlan. Viszont ugyanakkor nagyon sok és erős röntgensugárzás érkezik a rendszerből. Tehát van ott egy optikai tartományban láthatatlan, nagyon erős gravitációjú és röntgensugárzást kibocsátó objektum, aminek a tömege legalább 10 nap tömeg. A mai fizika értelmében ez semmi más nem lehet, csak is fekete lyuk. Annak ellenére, hogy nem tudjuk direkt belefényképezni, mert ahhoz túlságosan messze van, és a fekete lyuk nagyon picike, nem tudjuk direkt lefényképezni, de mégis a közvetett bizonyítékok alapján teljesen egyértelmű, hogy ez kizárólag egy fekete lyuk lehet. És azóta számos ilyen példát sikerült találni, amelyek a Cygnus X1-hez hasonlóan ilyen csillagtömegű fekete lyuknak minősülnek. Pontosan ugyanilyen tulajdonságokat mutató rendszereket fedeztek még föl. Hogyan tud egy ilyen csillagtömegű fekete lyuk kialakulni? Ez általában nagyon nagy tömegű csillagoknak a végső szupernova robbanás megsemmisülésénél jönnek ezek létre. Pontosabban a kutatók még vitatkoznak azon, hogy ilyenkor látunk-e tényleges ilyen felrobbanó csillagot, vagy pedig az egész csak így összezuhan fekete lyukká, ez még vita tárgya. De minden esetre az elképzelt mechanizmus az, hogyha veszünk egy ilyen nagyon nagy tömegű, majdnem 30 nap tömegű, vagy annál nagyobb tömegű csillagot, akkor ezek az ilyenek nagyon rövid ideig élnek, ez csak ilyen 100 000 évig, vagy még annál is kevesebb ideig. Nagyon gyorsan elégetik a belsejükben a hidrogént, a héliumot és az összes többi elemet, és kialakul bennük a vasmag. Egy ilyen csillagnak a vasmagja az már nem tud tovább energiát termelni, mert a vas az nem képes fúzióra. Tehát a vasmag, amikor elér egy bizonyos kritikus tömeget, akkor nem tudja a saját súlyát megtartani és összeomlik.
Ez a Mog kollapszus, ami az ilyen nagy tömegű csillagoknak a végső halálát jelenti, mert ilyenkor a csillag többi része az így felrobban. És abban az esetben, hogyha ilyen nagyon nagy tömegű csillagról van szó, akkor ez a mag, ez a vasmag kollapszus, ez olyan nagy tömeget juttat a centrumba, hogy ott nem tud az anyag stabil állapotba kerülni, mert egyébként ennél kisebb tömegeknél ilyen úgynevezett neutroncsillag alakul ki, hogy az összes korábbi vasatom, meg a belehulló többi anyag, az mind átalakul neutronokká. Tehát, mint hogyha egy ilyen gigantikus nagy atommag jönne létre, több, mint másfél, majdnem két nap tömegű ilyen atommag. De a fekete lyukak esetében ez túl nagy lesz ez a tömeg, tehát nem képes a neutroncsillag állapot megmaradni, hanem tovább összeomlik, és akkor a mai ismereteink szerint fekete lyuknak kell kialakulni. Ez tehát az a mechanizmus, amit elképzeltünk, amit az asztrofizikusok jelenleg a legvalószínűbbnek gondolnak, hogy ilyen csillagtömegű fekete lyukak azok létrejönnek. És a tapasztalat ezzel egybevág, mert az összes ilyen fekete lyuk rendszer, aminél a társcsillag mellett ilyen fekete lyukat találtak, azok mind-mind ilyen nagyon nagy tömegű csillagokkal kapcsolatosak. Ugye itt a Cygnus X-nél is láttuk, hogy 10 nap tömegű a fekete lyuk, mert majdnem 20 nap tömegű a másik csillag. Tehát mind ilyen nagyon nagy tömegű csillagokkal kapcsolatosak ezek. Léteznek olyanok is, hogy kettős fekete lyukak. Tehát két fekete lyuk egy nagyon szoros kettős rendszerben. Na ezeket már jóval-jóval nehezebb megfigyelni, de mégis tudunk a létezésükről, mert ezek gravitációs hullámokat bocsájtanak ki. És 2015 óta a LIGO és a Virgo gravitációs hullámdetektorok rendszeresen, évente többször is észlelik ezeknek a kettős fekete lyukaknak az összeolvadását. De ezek mindig valahol nagyon-nagyon az univerzum nagyon-nagyon távoli vidékein történnek, azért van belőlük ilyen sok esemény, tehát ezek nem itt a mi galaxisunkban, a tejútrendszerben lezajló események, viszont a gravitációs hullámjelekből kétséget kizáróan ki lehet számolni azt, hogy ezek ténylegesen ilyen 20-30 naptömegnyi fekete lyukaknak az összeolvadását jelző. Ilyenfajta hullámformákat észlelnek a gravitációs hullámdetektorok, ami tipikusan arra utal, hogy két fekete lyuk így összespirálozik, és akkor összeolvadnak, és akkor még nagyobb tömegű fekete lyuk jön létre. Ez egyébként egy nagyon érdekes és lényeges tulajdonsága a fekete lyukaknak, hogy ezeknek nem tud csökkenni a tömeg, legalábbis az ilyen nagy tömegű, ilyen csillagtömegű, vagy annál nagyobb tömegű fekete lyukaknak nem tud csökkenni a tömege, csak növekedni tud. Mert ugye nem lehet kivenni belőle semmit. A fénysebességnél gyorsabban kellene bárminek mozogni ahhoz, hogy kijöjjön a fekete lyukból. Tehát abban csak beletenni lehet. Tehát a tömegük azok csak tömege az csak növekedni. Úgyhogy ezek a gravitációs hullám detektálások, ezek mind-mind ilyen összeolvadó fekete lyukakat mutatnak ki, ami hát egy érdekes momentum a fekete lyukaknak az életében. Vannak aztán ettől eltérő úgynevezett szupermasszív fekete lyukak. A szupermasszív az itt most jelen esetben azt jelenti, hogy nagyon-nagyon nagy tömegű, sokkal nagyobb tömegűek. Ezek ilyen több millió, vagy adott esetben milliárd naptömeget jelentenek. Ezeknek az elhelyezkedése általában a galaxisoknak a középpontja. Ez a kép itt egy óriás elliptikus galaxis mutat, ez a Centaurus A galaxis, a Centaur csillagképben látható, csillagászok jól ismerik, hogyha röntgen fényben nézzük meg, akkor jól megfigyelhető, hogy a centrumból egy hatalmas kétirányú ilyen plazmanyaláb indul ki. Ez az egyik legbiztosabb jele annak, hogy itt a központban egy szupermasszív tömegű fekete lyuk található, és annak a két irányba kidobódó ilyen plazmanyalábját látjuk. Csak a csillagtömegű fekete lyukakhoz képest ez itt az a különbség, hogy ezek a plazmanyalábok, ezek ilyen galaxis méretűek. Tehát ilyen 100 000 fényév, meg annál még hosszabb méretű képződmény. Tehát el lehet képzelni, hogy ezek milyen gigantikus energiákat megmozgató ilyen rendszerek. Ezeknek az óriás elliptikus galaxisoknak a középpontjában a mérések szerint ilyen nagyjából 1 milliárd naptömegnyi fekete lyuk található, és manapság úgy gondoljuk az egyre növekvő tapasztalatok, egyre bővülő tapasztalatok alapján, hogy minden galaxisnak a középpontjában ilyen nagyon nagy tömegű fekete lyuk található. De itt egy fontos dolgot azért el kell mondani, hogy
A galaxis ugyanakkor nem olyan, mint egy mini naprendszer, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy nagyon-nagyon sok csillag itt kering a fekete lyuk körül, egyáltalán nem a fekete lyuk, annak ellenére, hogy ilyen milliárd nap tömegű, elhanyagolható tömeget jelent a galaxis többi részéhez képest, mert az meg 100 milliárd nap tömeg, 200 milliárd nap tömeg. Tehát a fekete lyuk az tulajdonképpen nem rúg labdába, ha az a galaxis összes gravitációját nézzük, de mégis egy jelentős, lokális ilyen gravitációs forrást képvisel. Honnan ismerjük föl a fekete lyukaknak a jelenlétét? Egyrészt ebből a plazmanyalából, amit az előbb mutattam, másrészt meg, hogyha színképet készítünk ezekről a galaxisokról, akkor azt lehet látni, hogy ezek galaxisok egy része ilyen nagyon fényes, erős, úgynevezett emissziós vonalakat mutat bizonyos hullámhosszakon. Ezek az emissziós vonalak, amik ráadásul ilyen látható, ilyen széles szárnyakkal rendelkeznek, ezek a fekete lyuk környezetében jönnek létre. És ez arra utal, hogy nagyon nagy sebességű, több tízezer kilométer per szekundumos sebességgel mozog az anyag. Az okozza ezeket a nagyon széles, kiszélesedett emissziós vonalakat. Ezt úgy hívják az asztrofizikusok, hogy Doppler kiszélesedés, a Doppler effektus miatti kék és vörös eltolódás együttese hozza létre ezeket. Annyi csak a lényeg, hogy a színképeknek az elemzéséből ki lehet következtetni, ki lehet számolni, hogy nagyon nagy sebességgel mozog valahol a galaxis centrumában az anyag, és ebből megint csak ki lehet számolni azt, hogy ott mekkora tömegű az objektum, ami a centrumban elhelyezkedik, és ez mindig ilyen nagyon nagy tömegű fekete lyukra utal. Jó, ez tehát a másik olyan módszer, amivel ki lehet mutatni ilyen fekete lyukak létezését. Van ezen kívül egy harmadik módszer is, ez a környező anyagnak a mozgása másfélyen ilyen direkt leképezéssel. Ezt eddig egyelőre csak a tejútrendszernél, tehát a mi galaxisunknál lehetett kimutatni, de ez egy jó pofa kis animáció, ami mutatja, hogy a mi galaxisunk, a tejútrendszer centruma az egyébként az egy láthatatlan olyan központi objektummal rendelkezik, ami infravörösben láthatatlan, ez infravörös képet mutatja itt a centrum környékén, itt van a középpont valahol, ez pedig itt a centrum környékén elhelyezkedő csillagoknak az időbeli mozgását mutatja. Jól látható, hogy itt van egy olyan vonzó centrum, ami nagyon-nagyon erősen bemozgatja ezeket az őt megközelítő csillagokat, de mégis az teljesen láthatatlan. Úgyhogy ezekből a számításokból, megfigyelésekből, hosszú évek, évtizedeken keresztül szisztematikusan végezték ezeket a méréseket. Nagyon nehéz mérés egyébként. A tejútrendszer középpontja nagyon nehezen látható, mert rengeteg csillagközi por van abba az irányba, és az eltakarja előlünk. Úgyhogy megint csak utalok arra, hogy a csillagászok nagyon okos emberek, tehát ez az előadás egyik üzenete is. Csillagászok nagyon okos emberek, ezt is meg tudták oldani. Néhány évvel ezelőtt Nobel-díjat is kaptak a kutatók, akik ezt így, ezeket az ábrákat kimutatták. Jó, tehát ahogy említettem az előbb, ma már úgy gondoljuk, és a mérések ezt támasztják alá, hogy minden galaxis középpontjában ilyen szupermasszív fekete lyuk van. Méghozzá minél nagyobb a galaxisnak az összcsillagtömege, annál nagyobb a fekete lyuknak is az össztömege. Ez egy érdekes korreláció. Az asztrofizikusok egyébként nem teljesen értik, hogy ez pontosan miért is van, mert egy galaxisnak az ösztömegét, azt a benne elhelyezkedő sötét anyag határozza meg inkább. Sötét anyagból több van egy galaxisban, mint látható anyagból, és akkor ez azt jelenti, hogy a fekete lyuknak a tömege az a sötét anyag tömegével is összefügg. De hát miért is? Ugye sötét anyagról nem tudunk semmit, csak annyit, hogy gravitációt kelt. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Hogy miért is van ez a korreláció. Ezt nem teljesen érték az asztrofizikusok. De most egyelőre ilyen részletekben nem menjünk bele, inkább mutatom ezeket az ábrákat, amelyekről, hát ezt bejárták a világ sajtót egy néhány éve. Ugye ezek azok a felvételek, amiket az Event Horizon teleszkóppal, ez egy rádióteleszkóp hálózat, tehát rádiótartományban, nagyon nagy bázisvonalú interferometriával, tehát egymástól nagyon távol elhelyezkedő rádiótávcsövekkel sikerült két szupermasszív fekete lyuk környezetét lefényképezni. Hangsúlyozom, hogy környezetüket. Ez az M87, ez egy óriás elliptikus galaxis, és ennek a centrális fekete lyuka az 1 milliárd naptömegű körülbelül. Ezt a fénylő gyűrűt lehetett a rádióteleszkópokkal lefényképezni. Mi az, amit itt láthatunk?
itt lényegében azt láthatjuk, hogy ez itt nagyjából a fekete lyuk körüli fotonszféra. Ugye ezen belülről nem jön rádiósugárzás. Tehát ez az a tartomány, amit ugye az elején mutattam a fotonszférát, tehát hogy a mögüle jövő fény az meddig tud átjönni, itt jön át. Ide, itt ez azért fényesebb ez a rész, mert hogy ide fókuszálja a fekete lyuk gravitációja a fényt, és ez az, ami a belső fotonszféra, ezen belülről már nem jön fény. Ez pedig, ez egy jóval kisebb, ez egy 3-4 millió naptömegnyi fekete lyukról készült, ez a tejútrendszernek, mi galaxisunknak a központi fekete lyuka. Teljesen hasonló a dolog, tehát látszik, hogy itt is van egy ilyen belső sötét rész, az a fotonszféra, és azon kívüli rész az pedig az, ahova a fekete lyuk összegyűjti a fénysugarakat, amik jelen esetben itt rádió hullámok. Oké, ez tehát, ha nem is közvetlenül magát a fekete lyukat mutatja, de a fekete lyuk közvetlen környezetét mutatja, tökéletes összhangban azzal, amit a relativitás elmélet alapján várunk egy ilyen objektum körül. Jó, ez pedig egy legújabb eredmény. Manapság modern csillagászati ismeretterjesztő előadás nem lehet tartani a James Webb űrtávcső megemlítése nélkül, hogy én is hadd említsem meg azt, hogy a James Webb űrtávcsővel nemrégiben néhány olyan szupermasszív fekete lyukat találtak, amelyek nagyon-nagyon távoljak. Honnan tudjuk azt, hogy ezek fekete lyukak? Azért, mert színképet lehetett készíteni róluk. James Webb űrtávcső az sokkal-sokkal jobb és precízebb és pontosabb, mint meg erősebb, úgymond, mint bármi korábbi csillagászati műszer volt. Tehát ezzel nagyon-nagyon nagy távolságról lehet ellátni az univerzumban. És sikerült színképet készíteni egy borzasztó távoli, jó pár ilyen borzasztó távoli objektumról, és azt találták, hogy ilyen nagyon erősen kiszélesedett emissziós vonalat mutat. Ugye ezt mutattam korábban, hogy ez az egyik jele annak, hogy nagyon nagy sebességű anyag áramlik ott abban az objektumban. Tehát ez fekete lyukra utaló. Ez ugyanolyan szupermasszív fekete lyukra utaló színkép, mint amit korábban mutattam. Csak az a különbség, hogy ezek az objektumok annyira távoliak, hogy ezek akkor alakultak ki, amikor még az univerzum csak 570 millió éves volt, nem egészen 1 milliárd éves, fél milliárd éves volt. És nem világos az jelenleg, ez egy nagy rejtély, nem világos az, hogy a fenébe kerülhettek oda ezek ilyen korán. Mert 570 millió év, az eddig úgy gondolták a csillagászok, hogy az nem elegendő idő ahhoz, hogy egy ilyen szupermasszív tömegű fekete lyuk így összeálljon. Mert annak is idő kell ahhoz, hogy így növekedjen. A fekete lyukak azok ugye folyamatosan növelik a tömegüket, az rendben van, de hát valamennyi idő azért kell hozzá. És itt ez túlságosan rövid időnek bizonyul. Jó, még azt az érdekes kérdést még hadd mutassam be, ami azzal kapcsolatos, hogy mi történne akkor, hogyha valaki fekete lyukba akarna beleugrani. Lehet, hogy ez sokakban megfordult ez a gondolat. Minden esetre lehet olvasni ilyenfajta történeteket, hogy valaki fekete lyukba akar ugrani, sőt, még film is van erről. Oké. Hát ez egy nem biztos, hogy nagyon jó ötlet, mert ez a dia is mutatja, hogy a fekete lyukat megközelítő űrhajós az azt kezdi el érezni, hogy a fekete lyuk környezetében a gravitáció nagyon gyorsan változik. Tehát a fekete lyukhoz, ha csak egy kicsivel közelebb megyünk, akkor már sokkal erősebb a gravitáció, mint egy kicsivel távolabb. Tehát ez azt jelenti, hogy a fekete lyuk közelében az űrhajós lábára sokkal nagyobb erő hat, mint a fejére. Ez a kozmikus kínpad. Ugye a spanyol inkvizíciónak egy modern, szofisztikált változata gravitációs erővel kivitelezve. Tehát nem kell hozzá eszköz. De hóhér. Maga a fekete lyuk a hóhér. Tehát lényegében az történik, hogy ez a nagyon erős, úgy hívjuk, hogy gravitációs ilyen térnek a gradiense, nagyon erős. Tehát ez azt jelenti, hogy az űrhajós lábát sokkal erősebb erő vonza, mint a fejét, tehát így először így megnyúlik szerencsétlen, aztán utána meg szétszakad. Ez mindenfajta a fekete lyukba behulló anyagra igaz, tehát így megnyúlik, szétszakad. Úgyhogy ezt a megnyúlásos jelenséget el is nevezték a kutatók spagettifikációnak, ez a hivatalos terminológia. Spagettifikáció. Mert hogy ilyen spagetti lesz minden, ami oda kerül. Ez viccesnek tűnik, de valójában ilyeneket megfigyelünk. Ilyen spagettifikálódó égitesteket, a fekete lyukat megközelítő szerencsétlen sorsú csillagokat a csillagászok észlelik.
figyelnek, méghozzá elég rendszeresen, de ki lehet mutatni, hogy vannak olyan jelenségek, amikor a fekete lyukba így egy arra a fekete lyukat megközelítő csillag úgy bekerül, hogy előtte így szétszakad, és az anyaga, a széteső csillagnak az anyaga ilyen akréciós korongot képez, és aztán utána végül a fekete lyukba kerül. Ezeket a jelenségeket hívjuk árapály katasztrófának. Angol rövidítése TDE, hogy Tidal Disruption Event. Tehát magyarra talán árapály katasztrófának lehetne fordítani. És ilyeneket rendszeresen megfigyelünk. Egy nagyjából 10 évvel ezelőtt fedezték fel az első ilyen jelenségeket. Ez egy példa arra, hogy Piszkéstetőn a Csillagászati Intézetnek a távcsöveivel mi is észleltünk ilyeneket, mi is mérünk ilyeneket. Ez például egy ilyen példát mutat. Ez egy azóta beazonosított ilyen árapály katasztrófa volt. Látható, hogy itt egy galaxisnak a képe, itt van a centruma, ez az esemény előtt, ez pedig, amikor a távcsővel leészleltük. Jól látszik, hogy a galaxisnak pontosan a centruma az így kifényesedett. Itt látható alul a fényváltozása, hogy a távcsövekkel követtük. Itt szépen különböző hullámos tartományokban lehetett látni, hogy először nagyon fényes volt, aztán egy szépen elhalványult. Pont úgy, ahogy az elméletek mutatják. Ez egy bizonyosan egy olyan csillagtól származó fénysugárzás volt, ami így beleesett a központi fekete lyukba. Tehát ez egy árapály katasztrófa volt. És az is megfigyelhető, ugye ebből a két kép összehasonlításából, hogy egy ilyen fekete lyukba hulló csillag akkora sugárzást, fénysugárzást tud kibocsájtani, mint a teljes galaxis együttvéve. Tehát ezek azért elég jelentős energiákat megmozgató események tudnak lenni. Jó, és az előadás utolsó részére rátérve, szeretnék utalni arra, hogy a fekete lyukak nem csak a száraz tudományos tényekben, hanem természetesen a képzelettel és az irodalomban is megjelennek, a képzeletben és az irodalomban is megjelennek. Ugye a science fiction az egyik kedvelt témája a fekete lyuk. És mivel könyvtári eseményről van szó, hadd utaljak itt az előadás végén egy kicsit erre az aspektusra is. Legelőször is ezt a jelenséget említeném meg, ami már-már a science fiction kategória, de van azért tudományos alapja is, ez a féregjárat. Utazás féregjáraton keresztül. Ez egy régi gondolat, hogy forgó fekete lyukakat össze lehet kapcsolni, és forgó fekete lyukakon keresztül egy alagút nyílik a téridőben. Tehát elvileg a tér egyik pontjáról a másik pontjára lehet átérni, egy forgó fekete lyuknak az esemény horizont, a külső és belső esemény horizontján keresztül haladva. Ez már évtizedekkel korábban a relativitás elmélet egyenleteiben megjelent, mint lehetőség. Meg is vizsgálták a kutatók ezt alaposan. Kiderült, hogy ez azért a mi világunkban nem ilyen egyszerű, mert ahhoz, hogy egy ilyen féregjárat, tehát az egyenletek nem tiltják, hogy ez így kialakuljon, de ahhoz, hogy ez stabilan megmaradjon, ahhoz antigravitációra lenne szükség. Tehát antigravitáló anyaggal lehet csak stabilizálni egy ilyen féregjáratnak a kialakulását. Tehát az a fajta ilyen alagút, ami itt így megnyílik, és átjárható lehet véges tömegű testek számára, az nem maradhat stabil a mi világunkban. Oké, de minden esetre a science fiction persze az azonnal ráugrott erre, és ez számos műben megjelenik. Ugye az egyik legismertebb az a Kapcsolat című nagyon-nagyon jó science fiction film és könyv, azt mindenkinek ajánlom, aki esetleg nem látta, a Carl Sagan neves amerikai csillagásznak a regényéből készült film, 90-es évek végén készült, de mind a mai napig szerintem az egyik legjobb science fiction, amit készítettek. Jó, oké. A féregjárat és a fekete lyukak szintén megjelennek ebben az Interstellar című filmben, amit magyarul a Csillagok között címmel vetítettek néhány évvel ezelőtt a moziban. Ebben is a fekete lyukak és a féregjáratok azok jelentős szerepet töltöttek be. Tudnék, itt arról van szó, hogy egy féregjáratot fedeznek fel a naprendszerben, és azon keresztül egy szupermasszív fekete lyuk környékére lehet űrhajóval utazni, és persze el is utaznak oda, és megpróbálnak lakható bolygókat keresni. Mint kiderül, ott a szupermasszív fekete lyuk körül léteznek bolygók az elképzelt történetben. Gargantuának hívják ezt az elképzelt szupermasszív fekete lyukat, és a filmnek az érdekessége az, hogy ebben jelenik meg a fekete lyuknak egy a mai ismereteink szerint teljesen hiteles és tudományosan pontos ábrázolása. Tehát ezek a fajta
ilyen fekete lyuk ábrázolások, ezek ebben a filmben jelentek meg először. Itt az elején, előadás elején már magyaráztam, hogy itt az akréciós korong, meg itt a gravitációs lencsézet kép, meg ilyenek jelennek meg. Itt ez a film mutatta be ezt először így a nagy közönség számára teljesen hitelesen. Oké. Itt én azt szeretném megemlíteni, hogy a történetben is szerepel az, hogy az egyik bolygó nagyon közel kering a szupermasszív fekete lyukhoz, és emiatt ott nagyon erős idődilatáció van. Tehát az oda leszálló űrhajósok, azok sokkal kevesebbet öregednek, egy nap alatt öregednek annyit, mint a távol maradó űrhajós, az ott keringő űrállomáson valami 20 év. Tehát az időkülönbség óriási. Itt csak annyi még az üzenet, hogy ez ekkora idődilatáció, ez ugye csak a forgó fekete lyukak esetén valósulhat meg, a nem forgó fekete lyukaknál erre nem lenne lehetőség, de hát ez egy szupermasszív, ilyen milliárd naptömegű fekete lyuk a film szerint. Oké, végezetül, de nem utolsó sorban szeretnék utalni erre a regényre, ami sajnos csak angolul áll rendelkezésre, mert magyarra nem fordították le. De hadd említsem meg, mert a szerzője Craig Wheeler, a Texas Egyetemen korábbi mentorom és munkatársam, aki amellett, hogy világhírű asztrofizikus, amellett science fiction író is, és ő írta a Crone Experiment, tehát a Crone kísérlet című művet, ami brilliáns ötleteket mutat be, teljesen tudományosan, hitelesen, és mégis élvezhető történet formájában. Itt a történet szerint az történik, hogy arra lesznek figyelmesek, először csak tudósok, hogy különböző furcsa balesetek történnek a világban, szerte szét, és mindig egy ilyen kis lokális földrengés kíséretében. És amikor egyre pontosabban analizálják ezt, akkor kiderül, hogy egy mikroméretű fekete lyuk oszcillál a Föld középpontján keresztül, és mindig, ahol kibukkan a Föld felszínen, ott mindenféle ilyen katasztrófát csinál. De először csak lokálisan, mert ilyen nagyon picike, és nagyon kisméretű lyukat vág mindenbe, amin keresztül halad. De gyakorlatilag megállíthatatlan. Egyszerűen ki lehet számolni, hogy ha van egy ilyen elképzelt, nagyon mini kis fekete lyuk, akkor ennek a Föld magján keresztüli oszcillációjának a periódus ideje az 84,5 perc lenne. Ezt nagyon szépen ki lehet számolni, hogy ez pontosan ekkora érték, és akkor, hogyha elfordul közben a Föld, akkor ez azt jelenti, hogy minden egyes áthaladáskor másút fog a Föld felszínen kibukkanni. De gyakorlatilag ez megállíthatatlan. Tehát ugye az atomokon meg mindeneken keresztül halad, a Föld magján is, és pontosan ugyanúgy kibukkan bárhol, és minden egyes áthaladáskor tömeget nyer. Ugye minden áthaladáskor egy ilyen kis milliméteres átmérőjű lyukat vág mindenbe, és akkor ez alapján, hogyha azt a filmben, vagy a regényben is le van írva, hogy ilyen milliméteres lyuk lesz belőle, hogyha ezt azonosítjuk a gravitációs sugárral, akkor azt ki lehet számolni, hogy nagyjából 10-15 kg a tömege. Tehát ez egy ilyen hegy. Egy hegynek a tömege. Létezhetnek vajon ilyen fekete lyukak az univerzumban? Ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk, mert ilyeneket gyakorlatilag nem lehet kimutatni. Miből tudnánk kimutatni? Hát nagyon semmiből. Csak akkor lehet kimutatni, hogyha valamilyen anyaghoz közel kerül, és akkor ott valamit csinál. A belehulló anyaggal valami történik. Tehát ezt nem lehetne kimutatni. Úgyhogy, ha ilyen eset történne, simán elképzelhető, hogy ilyen eset meg, ha ilyen mini fekete lyukak léteznek, akkor simán elképzelhető, hogy ilyen megtörténik, akkor ez viszont katasztrofális következményekkel járna, mert gyakorlatilag minden egyes áthaladáskor, földön keresztüli áthaladáskor tömeget nyer, tehát egyre gyorsuló ütemben növeli a tömegét, minden egyes esetben szépen felemészt valamennyit, és ez megállíthatatlan, tehát ez előbb-utóbb az egész földet elnyeri. Majd pedig, miután ezt megtette, utána kering tovább a föld körül, a föld pályáján, a nap körül, és mikor pár milliárd év múlva a nap az kellően nagyméretű vörös óriás lesz, akkor bekerül a Föld a napnak a Föld helyén, a fekete lyuk a napnak a légkörébe, annak az anyagát is elkezdi elnyelni, egyre közelebb kerül a naphoz, és végül a napot is elnyeli. Ez egy eléggé sötét jövő a naprendszerre nézve. Tehát
Úgyhogy nagyon-nagyon jó, hogy Craig Wheeler gondolt erre, és a regény tudósait azt úgy mintázta meg, hogy hát ők nem rihannak az élettől vissza, és kitalálják, hogy hogyan lehetne ezt a fekete lyukat mégis, hogyan lehetne ettől a Földet megszabadítani, és a kulcs, az úgynevezett Hawking sugárzás. Ez egy olyan tulajdonsága a fekete lyukaknak, amiről eddig nem beszéltem, de most végül szót ejthetek erről is. A Hawking sugárzás az a nagyon erős gravitációs térben lévő ilyen kvantumfluktuációknak a kérdésére vezet. Ebben nem akarok szintén belemenni, az a lényeg, hogy ilyen kvantumos jelenségeknek köszönhetően a fekete lyukaknak a közvetlen környezetében ilyen virtuális részecskék keletkeznek, amelyek sugárzással alakulnak. És ez a sugárzás, ez mivel a fekete lyuk eseményi horizontján kívül van, ez még képes eltávozni, és ez a fekete lyukból nyeri az energiát. Tehát ezáltal a fekete lyuknak a tömege az időben lassan, de csökken. Úgyhogy a regényben az van, hogy egy nagyon nagy energiájú lézersugarat kell irányítani erre a mini fekete lyukra, és akkor ez olyan erős Hawking sugárzást fog kelteni, hogy az csökkenti a fekete lyuknak a tömegét. És akkor ezzel lényegében egy ilyen a lézersugárra ellentétes irányú tolóerőt fog jelenteni ez a Hawking sugárzás, amivel így ki lehet így hajtani fekete lyukat a Földnek a vonzás körzetéből. Brilliáns ötlet, nem biztos, hogy megvalósulna, mert hogy ehhez nagyon-nagyon sok és nagyon erős lézerimpulzus kell, tehát itt akkor az egész Földnek össze kellene fognia, és minden energiát, még az el is sem tudná megcsinálni önmagában, minden energiát azt a lézerekbe kellene bele investálni. De ez már nem része a regénynek igazság szerint. A regény, meg a belőle készült film is azzal az érdekes fordulattal ér véget, hogy meg is jegyzik egymásnak a szereplők, hogy na de hát várjunk csak, hát nem, még azért nem oldottuk meg a dolgot, mert még nem hajtottuk ki a fekete lyukat, valóban viszont igazoltunk egy elméletet, mármint a Hawking sugárzás elméletét. Le se tagadhatná a szerző, hogy ő elméleti fizikus. Ugye egy elmélet igazolása az legalább akkora jelentőségű, mint egy holmi gyakorlati problémának a megoldása. Nagyon szépen köszönöm a türelmet és a figyelmet. Ha esetleg van még türelme a hallgatóságnak, szívesen válaszolok kérdésekre. Parancs! Milyen különbségek vannak egy kerjük, illetve egy nem forgó fekete lyuk keletkezésében? Na, ezt nem tudjuk pontosan. Igazából ugye az univerzumban szinte minden forog. A fekete lyukaknak a keletkezését azt kettős csillagokban képzeljük el, ahol szintén van forgás is, keringés is, tehát valószínű, nagyon-nagyon valószínű, hogy az összes valódi létező fekete lyuk az ilyen forgó fekete lyuk, kerjük. Erre számos ilyen bizonyíték utal. Leginkább ez, hogy mindennek van forgási impulzus, hogy nem tudom, az univerzumban. Igen? Ez, hogyha nagyon kicsike a galaxis középpontjában levő fekete lyuk tömege az ösztömeghez képest, akkor mégis miért nincs az, hogy több ilyen van egy galaxisban például? Ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy hogyan jöttek, vagy hogyan keletkeztek a galaxis középpontjában a fekete lyukak. Ez egy nagyon jó, nagyon releváns kérdés. Vannak egyébként olyan galaxisok, amelyekben több ilyen szupermasszív fekete lyuk van, de azokról azt gondolják a csillagászok, hogy ezek mindegyike ilyen összeolvadt. Tehát korábban volt egy-egy galaxis, aminek a centrumában volt fekete lyuk, és ezek összeolvadtak, és egy nagyobb galaxist formáztak, és akkor így került oda a két szupermasszív fekete lyuk egymás közelébe. Úgyhogy igazából nem tudjuk azt, hogy ezek hogyan kerülnek oda. A nagy tömegű fekete lyukak, azok, mivel szinte mindig valamilyen tömeget tudnak szerezni, ezért nem. Egy olyan fekete lyuk, ami nem kap tömeget, az a Hawking sugárzás miatt nagyon-nagyon lassan végül is tömeget és energiát veszít. De ez nagyon lassú ez a folyamat. Tehát ez annál lassabb, minél nagyobb tömegű a fekete lyuk. Egy csillagtömegű fekete lyuknak az ilyen élettartama az sokszoros az univerzum megfigyelt élettartamának. Tehát ez egy ilyen csillagtömegű, meg annál nagyobb tömegű fekete lyukak, azok gyakorlatilag nem tudnak megszűnni ennyi idő alatt.
a nagyon-nagyon kis tömegűek, ilyen atomi tömegű fekete lyukak, ha ilyenek léteznek, azok viszont viszonylag gyorsan elpárolognak. Emiatt a Hawking-sugárzás miatt. Veszük a féregjáratot. Milyen jelenségek alapján látnánk meg, ha lett volna, nem tudom, több milliárd évvel ezelőtt, vagy micsoda, és akkor a Nem lenne könnyű megfigyelni, de mindenképpen ugye a féregjáratnak az egyik funkciója az, hogy az anyag a tér egyik pontjából hirtelen a másik pontjába kerül. Tehát, hogyha hirtelen valahol valami fölbukkanna, valami olyan, ami fény kibocsájt, ami korábban nem volt ott, és nem valamilyen egyéb természetes folyamat hozta azt létre, hanem tényleg csak úgy a semmiből bukkant elő, az például utalhatna egy ilyenre, hogy ott egy féregjárat van. Más egyéb ilyen bizonyítékot, vagy megfigyelési lehetőséget most így hirtelen nem tudok. Tehát ez nem lenne könnyű egy ilyennek a kimutatása, már csak azért is, mert ugye ezeknek a fekete lyukaknak, ezeknek nagyon kicsi a mérete. Tehát azt azért lehetett látni, hogy ugye egy nap tömeghez 3 km a gravitációs sugár, egy féregjáratnak a mérete nem lenne sokkal nagyobb. Hogyha 10 nap tömegű, akkor ugye 10-szer, akkor az 30 km. Hát az se egy nagyon nagy távolság az égitestek világában. Úgyhogy nem lenne könnyű egy ilyet kimutatni. Ott volt még egy kérdés, igen? Ha megszűnik az akréciós korom, mi történik az akréciós? Lényegében akkor megszűnik a megfigyelhetősége, de a fekete lyuk maga ott van. És szépen éli világát. És vár arra, hogy megközelítse valami, és abból ismét táplálkozzon. Tehát maga a fekete lyuk az nem szenved semmilyen káros hatást. Igen? Kicsit legelőcsúzós értelemben a hasonló fekete lyukok jövőjére irányul a kérdés, hogy az univerzum úgymond kialszik, megtörténik ez a nagy hőkiegyenlítődés, vagy nem is tudom micsoda, akkor a fekete lyukakkal mi lesz? Oké, hát először is ez a bizonyos nagy hőkiegyenlítődés, ez nem történik meg. Ez az univerzumnak egy 19. században elképzelt végállapota, ez a hőhalál elmélet. Amióta az univerzum tágulását felfedezték, azóta kiderült, hogy ez nem fog bekövetkezni. A táguló univerzumnak más a végzete. Tehát más a jövőbeli fejlődési állapota. A fekete lyukak viszont, amik ilyen nagy tömegűek, mint amiről itt az előadáson beszéltem, azok a leguniverzálisabb túlélők, tehát még a csótányoknál is jobban bírják a szélsőséges körülményeket, tehát azokat gyakorlatilag semmi meg nem tudja szüntetni. Semmi a világon. Tehát a legbizonyosabb dolog, ami egészen biztosan az idők végezetéig meg fog maradni, és a gravitációjuk erős lesz, az a fekete. A interneten, YouTube-on lehet az ELTE-nek, az Atomoktól a Csillagokig előadás sorozatnak egyik legújabb darabját megnézni. A Dávid Gyulának van egy ilyen előadása pont erről a hőhalál elméletről, illetve azt hiszem az a cím, hogy Feltámadás a hőhalálból. Ott sok ilyen ezzel kapcsolatos kérdést a Dávid Gyula elmagyaráz. Igen? Látok, hogy a szemtelen még egy kérdés. Persze. Tételezzük fel, hogy egy fekete lyukon belül vagyunk, ott tudnánk megfigyeléseket tenni az eseményhorizonton kívülre? Elvileg igen, mert ugye kintről befelé járható az út, csak bentről kifelé nem. Tehát, hogyha valamilyen egészen érdekes körülmények között, de mégis túlélnénk az eseményhorizonton való áthaladást, akkor azt látnánk, hogy visszanézve, az univerzumot minden ugyanúgy történik minden, mint korábban. Esetleg egy kis idődilatációt azt azért tapasztalnánk, mert ugye az időnek a megváltozása az ugyanakkor az biztosan az tetten érhető lenne, de elvileg kilátnak. De mindazonáltal nem ez az optimális megfigyelés az univerzumnak, úgyhogy nem javaslom. Létezhet egy fehér lyuk? Hát a fehér lyuk az szintén egy régi koncepció, az ugye elvileg a fekete lyuknak az ellentéte lenne, abból az analógiából kiindulva, hogy a fekete lyuk az, ami mindent elnyel, a fehér lyuk meg az, ami mindent kibocsát.
hogyha egy ilyen féregjáratot képzelnénk el, akkor ugye, ami az egyik oldalon bemegy, ugye beesik a fekete lyukba, de nem jut a centrumig, hanem így a féregjáraton keresztül kibukkan a túloldalon, akkor ugye elvileg ez lenne az elképzelt párja, hogy egyik oldalon egy fekete lyuk, féregjárat, és akkor másik oldalon a fehér lyuk. Ez egy évtizedekkel ezelőtti koncepció volt. Én úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy mivel a féregjárat a természetben az antigravitáció hiánya miatt nem tud megvalósulni, csak egyenletekkel lehet így ki okumlálni valahogy, ezért ez a fehér lyuk, ez se egy valódi realitás. Ilyet még biztosan soha nem figyeltek meg. Milyen fizikai folyamat során keresztesz? Ez mindig valamilyen tömeg összesűrűsödése. Tehát a jelen pillanatban az egyetlen olyan folyamat, amit el tudunk képzelni, az, amit a csillagtömegű fekete lyukaknál mutattam be, tehát a vasmagnak a gravitációs kollapszusa egy csillagnak, a nagyon nagy tömegű csillagnak a belsejében. Ez ilyen atomi sűrűségeknél is nagyobb sűrűségeket tud létrehozni, és hogyha ez kellően sok tömeget tud bevonzani magához, akkor elvileg ott elképzelhető, hogy fekete lyuk alakult ide. Jelen pillanatban ez az egyetlen olyan folyamat, ami korábban nem fekete lyuk volt az anyag, összesűrűsödött és fekete lyuk lett belőle. Tehát a nagy tömegű csillagok vasmagjának a kollapszusa. Ez az egyetlen olyan amit jelenleg el tudunk képzelni. Az összes, az, hogy a szupermasszív fekete lyukak hogy keletkeztek, az vita tárgya, és nem világos, hogy ezek pontosan hogy eljöttek létre. Tessék! Elnézést, a kérdés, hogy a Hawking-sugárzás következtében így a fekete lyukból behulló anyag, vagy információ, vagy akármi, az kvázi idővel az ilyen esetekben az kitörlődik, vagy ennek mindig lesz a sorsa vélelmeztetően? Ez is olyan volt, amit a tudósok jókat vitatkoztak. Hawking maga úgy gondolta, hogy a információ az nem nyerhető ki a fekete lyukból, aztán mások meg rávilágítottak arra mindenféle ilyen elméleti okfejtésekkel, hogy de végül is valamilyen szinten kinyerhető. Mivel maga a Hawking sugárzás az annyira kis energiájú, intenzitású, hogy ez gyakorlatilag megfigyelhetetlen bármiféle jelenleg érvényes technológiával, ezért ez igazából egy ilyen nagyon akadémikus kérdés, mert megfigyelni biztosan nem tudjuk. Tehát amit kiszámoltak, azokból az derült ki, hogy ez rendkívül kis energiájú sugárzás, detektálhatatlanul kis energia, és nagyon hosszú ideig tart. Na, szerintem minden kínzó kérdést megválaszoltuk. Akkor köszönjük szépen a könyvtár nevében, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon szíves. A közönségnek pedig a figyelmet. És ajánlom, hogy tekintsék meg majd a következő előadások témáját az STE őszi kulturális fesztivál keretében. Köszönöm szépen!